A gyógyszergyárok érdeke az, ami hát ez csökkenti ezt a kiadott mennyiséget, de tegyük hozzá, hogy azért a gyógyszerészek sem lelkesednek ezért a műfajért, mert sok munka van vele, és kevés haszon van rajta, és viszonylag nagy felszerelést, és ami még fontosabb, nagy szakmai hozzáértést is igényel egy jó fonós készítménynek az elkészítése. Tehát azt gondolom, hogy erre érdemes foglalkozni vele. Láttam, hogy államtitkár úr bólogatott, de képviselő úr, én, mint a egészségügyi ellenőrző a bizottság elnöke, ha ön kéri és fölveti, akkor ezt a témát körbejárhatjuk a bizottságban, kevésbé politikamentesen, ugyanúgy a nyilvánosság előtt, sokkal mélyebb szakmai tartalommal. A másik megfontolandó az pedig valóban az, hogy ha sikerül a gyógyszerek árát leszorítanunk, akkor ez a kereskedelmi ár és változatlanul hagyása mellett valóban kispatikáknak gondot jelenthet. Ezt szintén végig kell gondolnunk, de ez a felvetése teljesen jogos. Köszönöm. Két perces reagálásra következik Puskás Tivadar, a KDNP képviselője. Köszönöm, nem reagálom, befejezem azt a mondatot. Szóval arról volt szó, ugye, hogy egy hónapra csökkentették a szilencium idejét. Végig gondolandó az, hogyha ezt a szankciót alkalmazzák, akkor nyilvánvalóan valami olyan véletlen vagy szándékos tévedés volt, aminek azért oka van. Úgyhogy maradjunk abban, hogy előfordulhat olyan szituáció, hogy ezt alkalmazni kell. Természetesen akkor a lakosság ellátását azt meg kell oldani, tehát adott esetben helyettesítéssel, vagy olyan ember alkalmazásával, aki jogosult a kedvezményes gyógyszer felírásra. Köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim, most ismét visszatérünk az előre bejelentett felszóló köréhez, és megadom a szót Iván Lászlónak, a Fidesz képviselőjének. Képviselő úr. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak, úgy látom a szemközti oldal kiürült, és ezt sajnálom, mert éppen most akartam megdicsérni bevezetésképpen. Egyrészt azért szerettem volna megdicsérni, mert úgy tűnik, hogy minden felszólalásukban, akár most bármelyiket is veszem a nem kívánatos szavak közül, és fogalmak közül, de mégis valamiképpen egy közösség iránti felelősség formáit legalábbis megmutatják. Én nagyon örülök, mert mindig mondtuk, és gyakorta hangsúlyozzuk, hogy vannak ügyek, amelyek pártok fölötti ügyek, ilyen az idősügy, hogy a saját területemről is szóljak, és ilyen az egészségügy, és sok minden egyéb más is, de nyilvánvaló, hogy a pártok fölöttiség azonban nem azt jelenti, hogy a kormányzás helyett lehet ezeket megoldani. A kormányzás és a mindenkori kormányzás pártok révén alakul ki, tehát nyilvánvaló, hogy az a közfelelősség és közkötelesség, ami ebből származik mindannyiunk számára, szakmákra, szakmapolitikára és az egyedekre egyaránt, az a közköteles közfelelősségnek és az egyedfelelőség és egyedkötelezettséggel együtt értelmezhető. És amikor átnéztem ennek a törvényjavaslatnak, amit én nem szeretek saláta törvénynek, ezt a módosítást nem szeretem saláta törvénynek minősíteni, félrevezet bennünket, itt is kiderült már, ugye, hogy a salátának különböző árnyalatait, formáit, leveleit, stb. Hoztuk előtérben, nem. Ez megítélésem szerint, ez a törvénytervezet és tisztelet az alkotóinak, a munkálóinak, rendkívüli munkát végeztek eddig, mindenképpen az a véleményem, hogy tapasztalatilag és tudományosan alapozott rendszer szemlélettel a zilált, gyakorta hibás rendszer gyakorlatot kívánjuk vele rendezni. És ez benne van abban a fogalmazásban is, hogy a törvényjavaslat célja többek között elsősorban a Széll Kálmán tervben foglaltak végrehajtása, valamint az egészségügyi ágazati törvényekben foglalt szabályozás pontosítása, korszerűsítése, különösen a népegészségügy, az egészségügyi ügyelet, az egészségbiztosítás területén. Tiszta, világos beszéd. Az egészségbiztosítási törvény módosításának pedig a lényege, hogy a közpénzekkel való visszaélés lehetőségét, erre volt bőven ugye, tapasztalatunk, a minimálisra csökkentse. A javaslat kimondja,
A biztosítási jogviszony megszűnését követő, és most mondom, jogviszony megszűnését követő kereső képtelenség esetén járó, vagyis a passzív táppénz eltörlését. Továbbá rendezi azt, hogy a táppénzen lévők akár soron kívüli ellátásban részesülhessenek. A cél, hogy a betegek minél előbb igénybe tudják venni az orvosi ellátást, és hamarabb visszanyerjék egészségüket, munkavégzési képességüket. Nagyon fontos ennek a pár mondatnak a lényegét nem torzítva, hanem amit a mondatok kifejeznek, értelmezni és alkalmazni. Ebben az úgynevezett törvénymódosító javaslatban feltétlenül szerepel 9 meglévő törvénynek a módosítása is. Nem utolsó sorban én úgy nevezném ezt legszívesebben mindezekkel együtt, amit elmondtam, hogy ez nem salátatörvény, hanem törvényi sorvezető. Ez a törvényi sorvezetés az, amire ennek az országnak különösen szüksége van az egészségügy területén és az egészségügyben értendő összes társuló, csatlakozó feladatok megoldásához. Ebben benne foglaltatik az is, hogy néhány fogalmat, az alapfogalomnak majdnem azt mondanám, hogy embervédelem. Az embervédelemhez szóló összes többi javaslati tétel mindenképpen támaszkodik a minősítésekre. A minősítésekkel óriási gondok voltak. Tudjuk nagyon jól, akár a szakmai minősítésekről beszélünk, akár egyéb minősítésekről, mindenképpen számos probléma halmozódott föl, és természetesen a gazdaság, a világgazdaság szabta meg sokszor a klisézést is, amit megkövetelt az Uniótól, megköveteli az Unió tőlünk is. Ez a klisézés egyik tipikus formája, ugye a betegségek nemzetközi osztályozására épített, lebontott OEF finanszírozás. Világosan tudjuk, hogyha valaki ezt a BNO-t elolvassa, és hogyha abból akar, nem tapasztalt, sokoldalú orvosként, szakorvosként, klinikusként, vagy kórházi orvosként következtetéseket levonni, és minősíteni, akkor a legnagyobb bajban van. Ezért alakultak ki ezek az uniformizáló, tipizáló minősítések is, aminek az a lényege, sajnálatos módon, hogy a pénz az szerint megy, hogy hogyan minősít. Voltak olyan kórházak, még klinikák is, ahol ezeket ugye célszerűen ki is oktatták, hogy hogy kell a legmagasabb finanszírozási részesedésben részesíteni azt az intézményt, vagy azt az orvost, vagy azt a szakrendelőt, stb. A másik dolog az úgynevezett betegutakat próbálja, és nem csak próbálja, hanem szabályozza ez a rendkívül fontos sorvezető. Életpályák. Hát az életpályák, a szakmai életpályákról alig majdnem megfeledkeztünk. Hosszú időn keresztül óriási gondokat jelentett, hogy az életpályák a szakmában dolgozó és tiszteletre méltó kiválóságokkal együtt is. És most fejezem ki azt innen a parlamentből is, hogy tisztelet és megbecsülés azoknak az orvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak, dolgozóknak, akik ebben a nagyon viharos elmúlt néhány évtizedben helytálltak, mindenütt vannak problémák, gondok, vannak olyanok, akik nem érdemlenek meg ezt a dicséretet, de mindenképpen elismerésként kell szólnom róluk, mert nélkülük nem lennénk itt sem. A harmadik rendkívül fontos kérdés, és erre szeretném fölhívni a figyelmet, a köz- és egyén felelősségek összekapcsolása a lehetőségekkel. Régi mondásunk, hogy a vágyak, a képességek és a lehetőségek közötti arányosság és harmónia dönti el azt, hogy valami sikeres, eredményes, vagy megfelelő, harmonikus, vagy emberszolgáló, vagy nem. Nyilvánvaló az is, hogy óriási gondok voltak és vannak annak a felismerési sornak az alkalmazásában, ami úgy szól, hogy esély egyenlőség, esély közeliség, esély elérhetőség. Ennek a három fogalomnak megint csak komoly tartalma van, és ebben a sorvezetőben erre választ kapunk, vagy legalábbis lehetőséget. Ezt a sorvezetőt erre lehet használni. Ezzel szemben van megint egy hármas fogalomkör, a kockázatok felismerése, kockázatok kezelése, a kockázatok és esélyek arányának a befolyásolása. Ezen múlik sok minden. Az egész orvoslási praxisban, az emberek panaszaitól, a tünetté minősítésén keresztül, a gyógyításig, diagnosztikán keresztül, a gyógyításon és rehabilitáláson és utókezelések, gondozásokon keresztül mindenütt alapvető kérdés. Felismerjük azt,
hogy mi az a normál változás, amit meg kell őrizni, vagy mi az a normál kapacitás, és mi az, amit nem szabad tönkretennünk iatrogéniával, orvosi ártalommal, egészségügyi ártalommal, ami működő képes lenne, de ha nem ismerjük föl, nem is gondoljuk, hogy ez nekünk ki kell és ki lehet használni. Itt van a lényeg, ami orvoslásunk világviszonylatban probléma, csak máshol jobban fedik el, és a biztosítók jobban tenyerelik le ezeket a dolgokat. Az a lényeg, hogy én meg tudjam mondani egy idősödő embernél is, hogy mi az, ami benne normál változatként zajlik, és azt nem gyógyítanom kell, hanem azt föl kell használnom ahhoz, hogy a viszont hozzá kapcsolódó kórosságokat, kóros folyamatokat fölismerve próbáljam a kettőt együtt sajátosan egyensúlyba hozni. Ez sajnos hiányzik, kellőképpen nem alakult ki legalábbis a szakmai tudatunkban, a szakmai képesítéseinkben és a szakmai munkánkban sem érvényesül megfelelőképpen. Valódi paradigmaváltáshoz érkeztünk, ez egyértelmű, de erre szükség is volt és van. Azt kell mondjuk, hogy ennek a sorvezetőnek a paradigmaváltó kérdésekkel van valamiféle mondani valója. Mégpedig ugye az a tény, hogy az előző fogalmak felülvizsgálatával és az új fogalmak bevezetésével komolyabban tudunk foglalkozni ennek a segítségével. Hát rengeteg ilyen paradigmaváltó fogalom van, ezek közé tartozik az egész idős kérdés, és ebből a szempontból ennek a sorvezetőnek a menetében többször is felvetettem és felvetettük, hogy az idősödésből származó magyarországi demográfiai jellegzetességek és az idősödéssel vele járó esélykockázati arányoknak a változásában sem igazán a megelőzésben, sem igazán az ellátásban, a diagnosztikában, az utógondozásban, kezelésben, ellátásban nincs meg az a súlyozott szerepe. Nyilvánvaló, hogy a fiatalság, az egészség minden áron, mindig, végig, az egész életúton meghatározó, de az idősödés folyamatainak a figyelembe nem, vagy nem megfelelő figyelembe vétele súlyos következményekkel jár, hiszen tudjuk, hogy az élet utolsó negyede, harmada az, amelyik legnagyobb egészségügyi ellátási költséges gyógyszer és eszköz, gyógyeszköz, és nem utolsó sorban diagnosztikai követelménnyel járna. Ezzel szemben mi történik? Sajnos, és erre fölhívom a figyelmet mindannyiunk számára, hogy igenis nem egyenlő a geriátria, az öregellátás, nem egyenlő krónikus betegellátással, vagy krónikus gondozással. Az része kell, hogy legyen annak a folyamatláncnak, amelyikben mi az egész egészségügyet, az egész népegészségügyet, az egész rehabilitálást, az egész utógondozás, gondoskodást természetszerűen elhelyezzük. Ez egy folyamatlánc. Ebben a folyamatláncban, tehát nyilvánvalóan nagyon fontos ennek a néhány gondolatnak a befogadása. A nyilvánvaló az is, hogy sajnálatos módon bizalomválság is kialakult. Tehát az egészségügyel kapcsolatosan és az egészségügyben, az orvos-beteg kapcsolatban, az egészségügyi intézmény és a mindennapi ember viszonyában bizalomválság kialakult. A bizalomválságnak számos oka van, ezt most nem tárgyalhatjuk, de erre figyelemmel kell lennünk, és akkor, amikor az emberek, a mindennapi ember menekül a reklámok óriási özönében, tájékozatlanul és bizonytalanul orientálódik arra, hogy bármit, fűben fában orvosságot, meg egyéb kuruzslásokat is, meg egyéb nem súlyos problémákat okozó dolgokhoz meneküljön, akkor a godóra váró mindennapi embernél természetszerűen sokkal nagyobb költségek igényével a meglévő gyógyszerelés, a meglévő tudományosan kialakított gyógyszeres gyógyterápiáknak a mellőzése következik be, amiből halmazatban jönnek a problémák. De hát vannak ilyen nagyon egyszerű dolgok is, amire nekünk nagyon komolyan oda kell figyelnünk, hogy lényegében ennek a sorvezetőnek sorvezető jellege maradjon, addig, amíg ezt föl nem töltjük az elhangzó javaslatokkal, gondolatokkal, tapasztalatokkal, konzultációs eredményekkel, föl nem töltjük egy hatásképes, hatékony, megfelelő törvény, valódi törvényé nem alakítjuk. Befejezésképpen hagy mondjam ezt a kis idézetet, Van Boerhaave, holland orvos több mint 200 évvel ezelőtt mondta, mi a cél? A cél nagyon egyszerűen fogalmazta, fenntartani a töretlen egészséget, a lelki egészséget, a szellem élénkségét, és nem utolsó sorban megtartani ezt a végső öregségig, amikor a test és a lélek
békében elbúcsúzik egymástól. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, képviselő úr. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Megadom a szót egy Jenes Géza képviselő úrnak, Jobbik. Mondjam a helyet. Nincs bent. Akkor Zé Kárpát Dániel képviselő úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Teljesen egyértelmű, hogy ezen előterjesztésben találhatóak olyan jó irányvonalak, melyek mindenképpen tárgyalásra érdemesek. Ugyanakkor nagyon örülök, hogy előttem pontosan az hangzott el, amit én a legjobban hiányoltam a felkészülés közben, miszerint a hosszú távú víziónak, a jövőképnek minden szeletét még nem láthatjuk feltárva ezen előterjesztésben. Elmondhatjuk azt, hogy Magyarország alapvető csapdahelyzetben vergődik, melynek megoldása érdekében hosszú távon szükséges vagy ebben az előterjesztésben szereplő kérdéseket rendezni, vagy pontosan olyanokat, mint amelyeket nem nyitottunk ki. Példának okáért nagyon sajnáljuk, hogy nem, vagy csak alig nyitottuk ki példának okáért a törvény 7. fejezetét, az állam felelőssége a lakosság egészségügyi állapotáért, az egészségügy szervezése és irányítása tekintetében számos olyan feladat adódna, melynek értelmében előre lehetne lépni akár a demográfiai válság és katasztrófa megelőzése érdekében, melynek egyenes következménye lehetne az, hogy egy olyan egészséges gazdasági szerkezet alakuljon ki, mely az összes itt tárgyalt problémát a jövőre nézve és hosszú távon, ha nem is gátolja meg teljesen, de legalábbis feldolgozhatóvá teszi, vagy legalábbis kezelhetővé. A mai hármas óriási csapda helyzet, ami igenis nagyon szorosan összefügg a tárgyunkkal, egyrészt a magyar népességfogyásnak a kérdése, ezen belül is Magyarországon belül bizonyos lokális és kisebbségi szinten egy népesség robbanásnak a bekövetkezése, mely egy átgondolatlan szociális politika és kezeletlen közrendvédelem társadalmi háló mellett hatalmas és beláthatatlan károkat okozhat népegészségügyi néplélektani szinten is. Végül a harmadik és leginkább ide kötődő tárgykör pedig az elvándorlás és egyáltalán a migráció kérdésköre, tehát az a figyelemben nem vett problémakör, mely szerint évente hihetetlen mértékű elvándorlást tapasztalhatunk Magyarországról, ennek pótlására pedig egy olyan illúzióba táplálják magukat nagyon sokan, hogy hát majd az elcsatolt részek magyar orvosaiból sikerül talán elegendőt idehozni, mára tudjuk, hogy ez nem igaz, hiszen évente maximum 150 szakorvost szoktak tudni áthozni, ennél többet a statisztikák szerint talán egyetlen évben sem sikerült az utóbbi időben. Pótlásra minden esetben ez semmiképpen nem elegendő. És valahogy nem kezeljük azt a problémát sem, hogy a felnőtt magyar lakosságnak mint egy hatoda gondolkodik külföldi munkaváláson vagy az ország végleges elhagyásán. Ennek pedig egyenes lenyomata tapasztalható mind az orvostársadalmon, mind a rezidenseken, mind pedig az ápolókon. 2010-ben ismert tény, hogy a magyar orvosok részére közel kétszer annyi külföldi munkavégzéshez szükséges hatósági igazolást állítottak ki, mint mondjuk 2005-ben vagy egy-két évvel korábban. A kérelmezők többsége tragikus módon 30 évnél fiatalabb, frissen diplomázott szakember, és kijelenthető az, hogy a távozók mögött óriási űr marad, egy kezelhetetlen űr, amit nem lehet bevándorlókkal betölteni. Hát hosszú távú víziók tekintetében minket nagyon is érdekelne a válasz arra, hogy hogy kívánja a kormányzat ezt az űrt betölteni. Gondolom, hogy nem ruandai és botswanai orvosokkal, ami nagyon érdekes lenne, például okáért a pszichiáterek között tapasztalható 10%-os orvoshiány betöltése esetén, magyarul nem vagy csak törve beszélő szakemberekkel nyilvánvaló, hogy kezelhetetlen ez a problémakör. Tehát itt igenis hosszú távú ciklusokon átívelő vízió kell, amíg ez nincs meg, addig csak ezekről a részletkérdésekről és csak érintőlegesen lehet tárgyalni. A rezidensek helyzete szintúgy kezelendő, való igaz, ők 26 hónapot kell, hogy dolgozzanak, azt követően, hogy végül is a végzettség már effektíve a fejükben, kezükben és képességeikben van. Ez idő során a magyar állam végül is a legolcsóbb munkaerőt kapja meg, akivel végül is visszadolgoztatja nagyjából a képzés költségeit, bár teljesen jogos elvárás az, hogy friss diplomával senki ne távozzon külföldre, hogyha az oktatás költségeihez a magyar állam hozzájárult. Ugyanakkor ezt a kérdést sem ez az előterjesztés, sem a kormányzat víziói nem rendezik, nem teszik rendbe. Érthetetlen, hogy miért várják azt, hogyha egy kezdő szakorvos fizetése 80 000 forinttól indul,
és az egy kezdőorvos fizetése 80 ezertől indul, és aztán szakorvosként sem feltétlen, és mindig emelkedik a nettó 120 ezer fölé, akkor mitől várják azt, hogy itt maradnak tömegesen az orvosok? Tavaly 1100 ilyen általam említett igazolást kértek ki, miközben Magyarországon csak 700-an végeztek, ebből 350-en be sem léptek az ellátórendszerbe, ugyanakkor 700-an nyugdíjba vonultak. Tehát, hogyha ezekből a számokból egy gyors felszámolást végzünk, akkor látható az, hogy a rendszer fenntarthatatlan, és az előttünk lévő előterjesztés és a Szél Kálmánról elnevezett megszorító csomag is sajnálatos módon az egészségügyben lévő belső forrásokra appellál, tehát külső forrásokat nem rak bele a rendszerbe. Tökéletesen igaz, van pazarlás a rendszeren belül is, ezeknek a feltárt okait ugyanakkor nem látjuk. Tehát nem látható olyan észszerű átcsoportosítás, ami afelé mutatna, hogy itt valóban el tudunk mozdulni erről a katasztrofális helyzetből. A helyzet katasztrofális volt, tehát mi sem jellemzi jobban, mint hogy több mint 3000 szakember hiányzik ebből a rendszerből, melynek értelmében komplett megyékben kialakulhat egy olyan ellátási válság, amely még több ember életbe kerülhet, mint jelen pillanatban. Látható az is, hogy hazánk jelenleg a 27 fős listából a 26. helyen áll az Európai Unióban az egészségügyre történő ráfordítások tekintetében. Hogyha a gyógyszerkassa beígért megkurtítása megtörténik, akkor bizony a legeslegutolsó helyre süllyedünk, ami minősíthetetlen Magyarországon. És látható, hogy még visszafordítható lenne a helyzet. Például okáért a rezidenseknek is az 53%-a visszatérne Magyarországra. A kutatások szerint csak 3,1%-uk nyilatkozott úgy, hogy szinte semmilyen körülmények között nem térne vissza Magyarországra. Tehát látható az, hogy az első években igenis visszahozhatók azok az emberek, akik nélkül fenntarthatatlan ez a rendszer. De látni kell azt is, hogy Nagy-Britanniába igyekszik a kifelé elindulók több mint fele, Németországban adott esetben már családostól kínálnak letelepedési lehetőséget, tehát a nagy és áldottnak nevezett EU nem általam, hanem sokszor a közvélemény által áldottnak nevezett EU, komplett rendszer dolgozott ki arra, hogy elszívja a munkaerőt Kelet- és Közép-Európából, ennek vagyunk az áldozatai mi is, a pótlás tekintetében pedig elképzelések sincsenek. Sőt, a számomra leginkább drámai felismerés az az volt, hogy Székelyföldre magyar orvosokat toboroznak, gyakran jobb bérekért, mint itthon. Tehát ezzel szembesülni egy olyan pofon a csonkaországi magyarságnak, ami azt mutatja, hogy az utóbbi 21 év politikuma szabadrablást engedett, minősített hazaárulást követett el azáltal, hogy nem tette helyre ezt a rendszert, mert jó részt igenis ennek köszönhető a népesedési katasztrófa, a gazdasági katasztrófa, és az, hogy az az 1 millió gyermek, aki Magyarországról most hiányzik, és az önök programja szerint is hiányzik, esélyt sem kap arra, hogy megszülessen. A Szél Kálmánról elnevezett megszorító csomag sajnálatos módon olyan lépésekkel bír, amelyek enyhén szólva is nem a rendszer javítása felé mutatnak, mint említettem, rövid távon sem áll rendelkezésre ezek alapján többletforrás, a gyógyszerkassa csökkentése beláthatatlan következményekkel bírhat, de ami a legsúlyosabb, hogy ezt a humán erőforrásokról szóló bombát nem dolgozza fel, életpálya modell nincs benne, a kifelé irányuló migrációt nem állítja meg, befelé irányuló migrációval minimális mértékben számol, de ez lényegében megállt, kimondhatjuk, hogy tulajdonképpen nincs is ilyen, és kezelnie kéne azt a helyzetet, miszerint 2013 végéig mintegy 4000 orvos, 4000 további orvos távozása várható. Ez egy példával élve olyan, mintha eltűnne például a kokáért Veszprém, Borsodabaú-Üzemplén és Bács-Kiskun megyék összes orvosa, köztük a házi orvosok, a gyermekorvosok, a traumatológusok és a szülészek is. Tehát ezt a teljes kataklizmát kezelni egy kormánynak lehetetlen, egy társadalom számára lehetséges, de csak és kizárólag szemléletmódváltás alapján, akkor, hogyha belátjuk azt, hogy a probléma eredőit nem lehet tüneti kezeléssel, hintőporszórással kezelni, igenis beszélni kell arról, hogy többletforrás bevonása nélkül ez nem fog menni, és be kell látni azt is, hogy a népesedési katasztrófánk, a jövőbeni még nagyobb népesedési katasztrófánk megalapozója az, hogyha hagyjuk ezen migrációs folyamatokat kiterjedni, továbbiakban is fennmaradni. Egyetlen kérésünk lehet, hozzák haza az orvosokat, hozzák haza a szakápolókat, hozzák haza a rezidenseket, tegyünk végre rendet Magyarországon, hogy ne Székelyföldre kelljen elmenni jobb bérekért, és ne a magyar lakta területek versenyezzenek egymással, hanem Magyarország váljon élhetővé. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. 2 percre megadom a szót Szilágyi László képviselő úrnak, LMP. Köszönöm szépen a szót. Zékárpád Dániel képviselőtársam mondókáját szeretném felhangosítani, ha még lehet. Ezek létező munkahelyek, ezeket nem kell megteremteni. Ugye mindig munkahelyteremtésről beszélünk ebben a házban, és már az előző kormány is erről beszélt, és tényleg ez a legnagyobb kérdés a mai magyar gazdaságban. Ezek a munkahelyek
megvannak. Nem kell rájuk költeni 5-6 millió forintot, mint az Audi meg a Mercedes által megteremtett munkahelyekre. Ezek ott vannak, csak be kéne valamilyen módon őket tölteni, hiszen óriási nagy szükség van ezekre a munkahelyekre. Hát ott állnak a kórházi osztályok komplett, és nem tudnak egy ügyeletet kiállítani. Szakorvos már nem ügyel, rezidens ügyel egyedül, ami törvénytelen. Nagyon sokszor nem lehet elegendő szakdolgozót találni az ügyeletekre, és az osztálynak a normális ellátása sem biztosított már. Valamilyen módon tényleg el kellene azt érni, hogy itthon maradjanak a kezdő orvosok. Ennek az egyik része nyilvánvalóan pénz, és ezt mindenki tudja, és ezt végre bele kellene tenni a rendszerbe, mert enélkül össze fog omlani az egész rendszer. De mivel lehetne még őket segíteni? Például ösztöndíj konstrukciókkal, hogy amikor már harmad-negyed évesek a medikusok vagy a medikák, akkor már el lehessen őket kötelezni valamilyen ösztöndíj konstrukcióval valamelyik ellátóhelyre. Vagy hát nagyon fontos lenne, hogy kapjanak szolgálati lakást, hogy pályakezdőként legalább erre ne kelljen költeniük, esetleg rezsitámogatással. Azokon a kis településeken, ahol jártam, azt mondják, hogy éppen szolgálati lakás lenne, de mit fog a körzeti orvos felesége csinálni, mit fog dolgozni? Hova fognak a gyerekei járni majd iskolába? Ezeket mind mérlegelik a kezdő orvosok, amikor elmennek egy helyre. Kellene pályakezdési hitel, mert lehet, hogy 15 év múlva, amikor befutott főorvosok lesznek, ezt már vissza tudják fizetni. És nagyon jó lenne, hogyha a házi orvos rezidensekre koncentrálnánk, mert egyre nagyobb baj a végeken. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 perccel megadom a szót Puskás Tivadar képviselő úrnak, KDNP. Köszönöm. Köszönöm a szót. A diagnózis alkotásnál vagyunk, akkor azt hiszem, hogy nagyon helyesen látjuk mindannyian a kérdést. Föl is vetődött minden. Azt is köszönöm, hogy nem az elmúlt egy év hibájának tartják azt, hogy 5 éve már kimentek az orvosok. Úgyhogy ez egy kicsit levegőt ad nekünk, de természetesen a kötelezettségünk az ugyanolyan sok. Arról volt szó, hogy mit kell csinálni, pénzt kell adni az ágazatnak, amivel én úgy gondolom, az ágazat egészségpolitikusai messze menően egyetértenek. Annyi pénzt igyekszünk az ágazatba hozni, amennyit csak tudunk. Ez az egyik. A másik pedig itt csöndesen azért elhangzott, de nagyon fontos, a szemlélet. Ha tetszenek emlékezni rá, tán 3 éve még itt ház falai között azért az orvosok megítélése az, hogy mondjam, szóval nem egészen európai mércével történt, és olyan fajta csúsztatások, amelyek én gondolom, hogy részben tájékozatlanságból, részben pedig szándékosan hangzottak el, nem segítettek az egyébként is nyomorult magyar egészségügynek, sőt, az egészségügy azon nimbuszát, amit az abban dolgozóknak legalább megvolt, azt is igyekeztek elvenni. Na most ezt a részét, ez alatt az egy év alatt én úgy gondolom jelentős részben sikerült visszaadni. Reméljük majd pénz is lesz. Igyekszünk. Köszönöm szépen, képviselő úr. Felszólalásra megadom a szót Horváth Zsolt képviselő úrnak, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr, államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Először talán egy ilyen hosszabbra nyúlt vita után hagy emlékeztessen magunkat arra, hogy ezt a saláta törvénynek neve is van, az a neve, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról, és egy pár mondatban azért említsük meg, hogy végül is ennek a törvénynek mi a célja. Én azt gondolom, hogy 3 célja van. Az egyik a Szél Kálmán terv megvalósításának az elősegítése, és ennek a
egyes részeinek a Széll Kálmán tervnek a törvényi megalapozása. Ez elsősorban egyébként a társadalombiztosítási alapvédelme címszó alatt található. Ez ugye a gyógyszerkasszával és a passzív táppénzzel kapcsolatos döntések. A másik része az egy előkészítő rész, amely a Semmelweis terv megvalósítását készíti elő, azt segíti elő. És a harmadik része az, amely az idő közben felszínre kerül, de egyébként már régóta meglévő problémáknak a törvényi megoldását tartalmazza. Én erre a három nagy csoportra osztottam magamnak, és igen, ez egy saláta törvény, ha jól emlékszem, akkor ez a honkormány ideje alatt vezetődött be, hú de csúnyán mondtam, akkor alkalmazták először ezt az eljárást, amit aztán sokat támadtak, de végső soron kiállt a jog próbáját, így aztán a saláta törvények azóta is bekerültek a házba. Sokan vitatják, szerintem onnan kapta a saláta nevet, hogy mindenfélét beleraktak, mint egy vegyes salátába, amiben összekevertük, és aztán a végén együtt kellett fogyasztani, ha tetszett, ha nem. És pontosan ez az egyetlen baja a salátatörvénynek, hogy egymástól jelentős mértékben eltérő dolgokról a képviselők egyetlen döntéssel kénytelenek dönteni. És így bizony van olyan, amikor képviselő válaszút elé kerül, hogy ugyan sok mindent megszavazna, de mivel van benne egy vagy kettő olyan, amit ő nem tud elfogadni, ezért az egész törvényre nemet szavaz. Ezt tudjuk, én azt gondolom, hogy most megvan hozzá az erő és a tudás, hogy ezt a házszabályban föloldjuk valamilyen eljárás segítségével, hogy ezt valamilyen módon megteremtsük. Ugyanakkor legtöbbször az idő az, ami miatt a saláta törvény létrejön, hogy hatályba szeretnénk léptetni minél előbb dolgokat, és hogyha mind-mind külön törvény formájában megy át a házon, akkor ezek már nem érnek el arra az időpontra. Persze lehet mondani, hogy ez amiatt van, hogy nem kezdtük el időben tárgyalni a törvényt, nem készült el időre a javaslat. Ezt is tegyük hozzá, szeretem, hogyha korrektül fogalmazunk. Tartalmi részekhöz. Gyógyszer.